Hello. Let the hunt begin. Victory or death! Sziasztok, Radik vagyok. A mai napon, mint azt a címből is láthatjátok, meg fogom csinálni a legelső kettő class challenge-et, amit kaptunk, a sámánt és a papot. Hát igazából nem nagyon akarom húzni az időt, vágjunk is bele. Meglátjuk, hogy mi vár ránk. Így van, rögtön a pap és a sámán az első kettő. A pappal a Silvervér gólemet kell legyőznünk, és a Priest of the Feast-et fogjuk megkapni, mint ahogyan láthatjátok. 4-3/6-os. Már nagyon sokan használják, legalábbis néztem streameket, és ott elég sokan használták. Szóval én is fogom, valószínű, hogyha fogok használni papot. Na lássuk a paprit. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lapok lesznek benne. Ismételten nem néztem utána. Tök felesleges. Anduin versus the Silverware of Gollum. Ez az, ami csinálja az 1/1-es gyönyörű szép. Mi az, tányérokat? Tányérokat csinál, igen. Na lássuk, mit kapunk. Drága, azt még nem használom. Igen, arra kellett volna. Erre az Ancient Watcher-re, ami nem tud. De úgy belebeszélt. Hát első körben nem igazából tudok mit csinálni. De a tányérok már jönnek. Na hát te ki vagy. Prophet Velen. Prophet. Prophet. Ez jó. Ezzel még sosem játszottam. Hát kettőért kirakom ezt a gyönyörű szép lényt. Bár úgy is tudom, hogy arcra fog támadni. De hát... Hát hogyha bejön az a Silence-es cucc. És akkor fogok tudni vele ütni. Nagyon jó. Így mondjuk jó taunttal. Leszedjük a Chase-t, egy gyógyulunk kettőt. És támadunk! 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 Nem. Nem támadunk. I can't do that. Túl sok a tányér. Júj, de szép az a kés. 5/1-esen. Meg egy Bounce. Viszont az a kés nagyon-nagyon-nagyon sokat üt. Ha betauntozom, akkor maximum leszedi a kést meg azt. Bepróbálkozunk egy bánszal, kíváncsi, hogy mit idéz meg. Hát te ki vagy. Egy 1/1-es lény idézett meg, ami nem jó semmire. Azon majd egy tányért le tudok vele szedni. De jó, még charge-osok is. Megérkezett a kanálfegyver. Amivel leütötte az 1/1-es lényemet. És letrédelte. Letrédelte. Pedig pont most érkezett meg a Silence. Oké. Okay. Jó, hát az nekünk nem kell, hogy charge-os legyen. Az a rengeteg tányér, ami érkezik. Jó lenne kettő tauntos lényt csinálni. Az lenne mégiscsak a legeslegjobb. De most akkor mit írt csak le? Maradjunk az egy tauntnál egyelőre. Aztán lehet, hogy ez rossz döntés volt.
Viszont ez a rengeteg tányér nem elég, hogy őt megölje. Kivéve, hogyha lerak egy csészét. Üssük az arcát! Az Amondó vagyok. Üssük az arcát! Na, húzol három kártyát? Nem, kapott manát. Most ezzel húz egy lapot. És így három tányér elég, hogy megöljön. Azaz, hogy... Na, ez így még jobb. Ez így még jobb nekem. Ez a Motlurker egyelőre nem valami jó nekem. Deathrattler lenne jó. De így most semmi értelme nincsen. Jó. Írtsunk egy tányért. Húzzunk lapot. Hát, hogyha valami értelmesebb jön. Jó, mondjuk ezt le tudom majd silence-ezni. Csak így viszont ebbe a körbe túl sok mindent nem cselekedtem. Meglátjuk. Ismételten egy kés. Meg egy villa. Ó, és még egy csésze is! Hát mi van ezzel? Hú, de sokat kaptam az arcomba. Ez igazából nem tudom pontosan mire jó. Azaz, hogy értem, hogy mire jó, de... Most ez rajtam nem segít. Főleg úgy, hogy nagyon sokat tud ütni. Ezt lehet, hogy buktam. Meglátjuk, hogy mit fog csinálni. Igen, charge-os, 2x1-es, nagyon jó. Na és mi csinál a 9 manából? Úristen! Egy Holinova jó lenne. Annak azért tudnék örülni. Vagy ez! Ez se rossz. Azzal leírtom, leírtok mindenkit. Van két lapja. Ő rajta gyógyítok. Húzok még egyet. Ám mindenféleképpen ki kell mindenkit nyírnom, hát... Elég hazárd játékot játszok, egyetlen egy életpontom van, hát egy kósz a tányér megöl. Hát erre kíváncsi vagyok. Egy kósz a tányér megöl. Vagy... Jó, ez eddig még nem gond. De hogyha megkapja... a kanalat, akkor végem van. Hát először is. Nekem kéne gyógyulni kettőt, az tuti. Utána őt leszilence-ezzük ezzel, húzok egy lapot. És te előbb miért nem tudtál feljönni? Miért nem tudtál előbb feljönni? Azt mondd meg nekem. Miért vagy ilyen velem? Egyelőre. Elég izgi. Ennyi volt a köröd. És nézd meg! De...
Jó, hát ez lejön még egyszer. Nem érdekel, gyógyítunk magunkon. Az majd jön a következő körben, a lényeg, hogy túléljük. Szét kell törni a tányérokat. Most jöhetne. Na, Holinova? Holinova? Nem tudom, hogy van-e a pakliba, de jó lenne. És ilyenkor egy varázslat nem jön, hogy gyógyuljak, vagy valami ilyesmi. Ezt most kipróbáljuk. És akkor ez most 4-et gyógyít rajtam? Jó gondoltam, 4-et gyógyít. De igazából már teljesen felesleges ezen gondolkodni, hiszen 10 életpontja van, hát miért nem szóltok? 10 életpontja van, hát megölöm így, aztán kész. Teljesen felesleges. Tök mindegy, hogy mennyi tányérja van. Tök mindegy. Miért nem szóltok? Mi? A lényeg, hogy megvan. Elég izgi volt az az egy életpontos téma. Rábbis nekem. Ez az, megvan a Priest of the Feast. De egy spell nem jött időben. És akkor most megcsinálom még a sámánt, a másik kettőt, a varlokot és a paladin pedig a következő videóra fogom hagyni. Lássuk a sámánt, Magic Mirror ellen fogunk küzdeni. Az volt az, amelyik minden egyes lényt lemásolt a saját oldalára, és ezt a gyönyörű szép portált fogjuk megkapni, Maelstrom portál. Nem igazából tudom, hogy ez mennyire hasznosítható, remélem majd ki fog derülni. Én még nem láttam nagyon Shaman deckbe, hogy valaki használta volna. A Priest of the Feast-et már láttam. Mindegy, játszunk. Játszunk már. Raw versus the Magic Mirror! What's up? Mintha tényleg válaszolt volna. What's up? For Doomhammer. Oké. Okay. Lássuk. Ez nem rossz. Mármint 1/1-es lesz. Ja nem, megidézi az 1/1. Jaj, már keverem ezeket. Jó lesz ez így. Aztán meglátjuk. A tükröt is szét kell törni. Wow, you guys are ugly. Na, idézél meg ebből nekem még egyet. You have that in your deck? Igen, ez benne van. Nem én raktam össze, belerakta. Én még nem játszottam végig, hogy mi van itt. Nem tudom, mit kell csinálni. Jaj, ott volt a három. Láttam, hogy ezzel valamit lehet csinálni. De nézzétek meg, hát mit csinálok már? Na mindegy. Szóval. Van 2 manám. Vajon le fog engem trédelni? Nem lenne jó azokat a manaférgeket hagyni, hogy nagyokat üssenek. Bár az egyikre van megoldásom. Üssük a fejét. Amondó vagyok. Azért mégiscsak 8 sebzés a második körbe, azért az nem annyira vészes. Ez nem olyan rossz. Szerintem. Na jó, azért ez nem tetszett. Az egyik fönnakad rajta.
Ezt még meghagyom későbbre. Ki tudja. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Én vagyok a leges, legtündériesebb. Not you, Grandpa. Nem a Grandpa. Ha van spell damage-em, akkor plusz 2 attack-om is van. Tehát azt a totemet kéne kiszedni belőle, ami ad spell damage-et. Na, vajon megkapom? Az biztos, hogy az ő spell damage-eit nem fogom otthagyni. Legalábbis azt nem. Szóval, ott tartottam, mielőtt megzavartak, hogy gondolkoztam, mit kéne csinálni. Először is egy spell damage-ot azt nem hagyjuk ott. A másikat sajnos ott kell hagynom, mert a nagyon nagyot sebezhet ez a mana féreg egy idő után. Leütöm így, aztán jól van. És így mégsem hagytam ott a spell damage-et. Legjobb, hogyha az nincs ott. Így is le fog rakni még. I'm ready, I'm not ready. Ugye a totemet odaidézi. Ez nem a spell damage, ez alapból a támadós. Támadós? Elnevezem a totemeket, van a spell damage-es, van a támadós. Amúgy mi ennek a neve? Searing totem. Ma is tanultunk valamit. Szóval azt azzal leütöm. Lehet, hogy most így elvesztegetem a fegyveremet, de... Én amondó vagyok, hogy azt a kicsivel fogom megütni, így a nagy megmarad, hogy üssem a fejét. De jó, hogy megint van ilyen neked. Jó, hát ez még úgy elment. Ez a kör. Tényleg, ez a hihetetlen értékű lap is benne van. De nézzétek meg, tehát ez egyszerűen hihetetlen, tehát nulláért nem, hogy egyet, kettő ilyen 1/1-es lény fogok kapni. Nem igazából tudok mást mondani rá, mint ezt. Jó, hát akkor... Rakjunk le, amink van. Remélem nem fog ilyen... gyönyörű szép dolgokat, ilyen asztalírtást csinálni. Elements guide. És most már csinálhatok totemet. És nem megjött a spell damage-es totem. Persze, hogy megjött. Ready for this? Are you ready for this? Nem, erre nem vagyok, nem állok készen. Kék kacsa! Van kék kacsám! De jó nekem! Viszont az a 7 életpont. Na várj, mennyit tudok ütni? 5, 6, 7, 8, 9, 10-et. 10-et tudnék ütni. Hát egyet mindenképpen leszedünk innen. Ha azt meg akarom ölni, akkor ez a három belehal. Öljük meg. Egyrészt akkor le tudom rakni a kék kacsát. Erre az oldalra. Húzok lapot. Kapok plusz spell damage-et. Hú, te ki vagy! The Curator. Don't
Ja, ez az, amivel húzok sok mindent. Beast, Dragont, meg Murlocot. Ez nem rossz. Jó lesz majd a következő körbe. És tauntos. Csináljunk még egyet, mert még van rá manánk, és támadjuk meg. Pakolásszal folyamatosan ezeket a spell damage-es emberkéket, de jó, hogyha csak ennyit csinál. Ez nagyon jó. Még mindig nem tudom megölni egyből. Sajnos. Viszont... egy manáért sebzek bele négyet. Ezt a kettőt feláldozom. Egy ilyen nagyon szép tauntot lerakok ide. Húzok Beastet, húzok Dragont, és húzok egy Murlocot. Ezért van benne a Murloc. Ezért az egy dologért van benne a Murloc. Nagyon jó. Na. Üssed a fejét! Mármint a tükröt. Ami egy fej. Is. Jó, hát hogyha túl nagy dolgok nem történnek, akkor megölöm a következő körbe. És nem történnek nagy dolgok. Nagyon jó, ez egy ilyen kis rövidke videó lett. Hát ennek nagyon örülök. Ennyi. Nem lesz rematch, haver. Nem lesz rematch. Nem fogjuk még egyszer lejátszani. Mert megkaptam a gyönyörű szép portálomat. És így ezzel a videónak vége van. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Nyomjatok egy lájkot, írjatok a videó alá, hogyha van hozzáfűzni valótok. És osszátok meg, ja meg iratkozzatok fel. Hát igazából ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Sziasztok! Well played.